It's a pleasure to have you here. So let's directly proceed to the debate on the priorities of the Hungarian presidency. The Deputy Minister of European Affairs will now have the opportunity to debate on the Hungarian priorities of the presidency, and I'd like to ask the audience to be quiet and give the floor immediately to you, Mr. Zsigmond, to present the priorities of your Hungarian presidency. Please go ahead. Thank you, Mr. President. It's an honor for me to present the priorities of the Hungarian presidency in front of this distinguished assembly. And I will try to highlight in 10 minutes what are our thoughts, what are our priorities, how we imagine the Hungarian presidency of the Council of the European Union. Dear President, dear Vice President, dear ladies and gentlemen, dear members, I'm pleased to stand here in Brussels in front of the members of the European Committee of the Regions and present the priorities of the Hungarian presidency of the Council of the European Union. First, let me mention that the collaboration between our presidency and the Committee of the Regions began well before we started our mandate. Hereby, I would like to express our gratitude for your work regarding the two explanatory opinions on the themes, how to exploit the full potential of cohesion policy to tackle demographic change, and the second issue is how on addressing territorial inequalities by improving access to social services. The documents address key topics that are directly aligned with our priorities, cohesion policy and the social dimension. Both topics are closely connected to our overarching goal of creating a more balanced and resilient Europe. The demographic challenges and inequalities across regions require urgent, focused attention, and your expert insights on these matters will undoubtedly guide us toward practical, sustainable solutions. As for the Presidency, we will make every effort to channel your insights into meaningful actions. Dear ladies and gentlemen, Hungary holds the rotating presidency of the Council for the second time from the 1st of July 2024. Hungary took over the presidency at a time of extraordinary circumstances and challenges with the war regarding Ukraine and the Middle East, the migration crisis and ongoing institutional transition. Hungary aims to find common answers to common European challenges. Therefore, our program sets out seven main priorities. First, we must admit that Europe lost its competitiveness. Europe is lagging behind its global competitors in terms of productivity and competitiveness. Therefore, we have to boost up our economies and create adequate conditions for sustainable growth. In this regard, our aim is to adopt the new European Competitiveness Deal in Budapest this November. Our work will build on Enrico Letta's report on the future of the single market, and we also intend to actively follow up on the recent comprehensive strategic analysis by Mario Draghi on the future of European competitiveness. Cohesion policy as the main investment policy of the European Union has proven successful for decades. However, significant differences in development can still be observed between member states and even within regions. As cohesion policy is one of the drivers of competitiveness, it is also essential to discuss the future of cohesion policy, the main solidarity tool of the European Union, not only to reduce development gaps between member states, but also to respond to emerging economic and demographic changes. We aim for a high-level strategic debate on the future of cohesion policy and its role in promoting competitiveness and employment. The future of agriculture is closely related because climate change, increased costs and economic measures endanger the livelihood of European farmers. During the presidency, we intend to draw up a direction that creates a competitive, crisis-resistant and farmer-friendly European agriculture. Hungary has always been committed to a credible and merit-based enlargement policy. We constantly pay particular attention to the enlargement process that is in line with the established rules and practices. Moving forward with the Western Balkan integration process, including Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia and Serbia, is on our agenda. We promote the same merit-based approach with Ukraine, Moldova and Georgia, as well as with Turkey.
The European Union cannot be complete without the accession of the Western Balkans. It would be also beneficial for the European Union from an economic, security and geopolitical perspective. Without a doubt, one of the toughest problems Europe has to face today is illegal migration. The migration pressure is not only a challenge for the Union as a whole, but also places a huge burden on the individual member states. The Hungarian presidency will pay particular attention to the external dimension of migration and to the protection of external borders. Furthermore, one of Hungary's main priorities is to tackle the root causes of illegal migration locally. Related to this, during our presidency, we will also pay special attention to the defence policy. The Hungarian presidency will place particular emphasis on fostering defence-related innovation and enhancing cooperation between member states in the field of defence procurement. Further goal of the Hungarian presidency is to shed light on the demographic challenges that all European countries are facing, such as ageing societies, the effects of the digital and green transition, the depopulation of rural areas, and accelerated changes in the field of work, while fully respecting the powers and competencies of the Member States. Beyond the seven priorities, the Presidency will put particular focus on further important topics like the situation of national minorities in the European Union and fostering Jewish life and the fight against anti-Semitism. The Minority Safeway is a European citizens' initiative launched in 2013, which aims to protect minority languages and cultures, as well as to ensure minority rights in the Union. This is the most important initiative concerning minority rights in the last 30 years. We hope that the process, which has dragged on for more than a decade, can slowly end with a positive outcome. That is, that the Commission accepts and submits legislative proposals for the protection of minority rights. Dear members, dear ladies and gentlemen, last but not least, I would like to share some interesting facts about our presidency. The main element of the logo of the European presidency is the Rubik's Cube, which is 50 years old this year. It symbolizes the creativity and the strategic thinking of the Hungarian presidency. The cube requires both strategic insight, patience, discipline and precision, all of which the Hungarian presidency is based. Regarding the numbers of our presidency, we organize approximately 1,500 council working group meetings, 37 formal council meetings in Brussels or Luxembourg, and 250 council meetings and 250 presidency events in Hungary, including 16 informal council meetings, an informal European Council, and a European Political Community Summit. Ladies and gentlemen, Hungary is committed to act as an honest broker for the peace, security and prosperity of the people and truly strong European Union. The success of the Hungarian presidency will be the success of Europe, and a successful Europe will greatly contribute to the success of the Member States. Thank you for your kind attention. Thank you very much for your presentation, dear Deputy Minister Sigmund. And I now open the floor for the political groups. Micro goes first to EPP representatives. They are dividing their speech time in two. First, I give the micro to Shaba Boboli for 2 minutes. Thank you. I speak in Hungarian. Tisztelt Miniszter helyettes úr, gratulálok az eddigi tevékenységéhez. Külön örömmel üdvözlöm Önt itt ebben a tisztségben. És mint volt csíkszeredai főkonzul, jól ismeri Közép-Kelet-Európa önkormányzati rendszerét és kihívásait, amikkel szembe kell néznünk. Az új európai versenyképességi megállapodás holisztikus megközelítését kíván, hogy minden szakpolitikai területen javítsuk az EU versenyképességét, és azt erősítsük. Európa versenyképessége a globális szintéren elengedhetetlen, amelyhez a régiók is nagyban hozzájárulhatnak. A kis és középvállalkozások ebben kulcsszerepet játszanak, ugyanúgy, mint a határon átnyúló regionális kapcsolatok. A konnektivitás tehát pillére az európai versenyképességnek. Románia számára kiemelten fontos, hogy mihamarabb csatlakozzon a Schengeni övezethez, és örömmel konstatálom a magyar elnökség törekvéseit, hogy Románia és Bulgária minél előbb csatlakozhasson.
Egy másik témakör, amit kérünk, vegyen fel a magyar EU elnökség a naptárában, arra irányul egyre több tagországban, de ezen belül is kiemelten akár az én régiómban, Hargita megyében, a medvék által okozott károk és támadások egyre gyakoribbakká válnak, amely komoly veszélyt jelentenek a helyi gazdaságra és az emberek biztonságára. Szükség lenne az európai szintű megoldásokra, amely segítenek a medvepopuláció kezelésében, hasonlóan a farkas esetében elindult folyamatokhoz. Egy másik témakör az illegális migráció kezelését hatékony külső együttműködésekkel és a határok szigorúbb védelmével kell megoldanunk. Ugyanakkor engedje meg egy személyes megjegyzést is. Erdélyi magyarként külön köszönöm, hogy beszédében megemlítette a Minority Safe Packet is. Örömmel tölt el, hogy az európai polgári kezdeményezések is megjelennek a magyar elnökség programjában. Köszönöm a részvételét. Thank you, Mr. Boboli. And the next 2 minutes go to Joseph Bereni. Thank you for the floor, Deputy Minister. Dear colleagues, we all see, as it has been said, that the Hungarian presidency has taken on its role at an extraordinary time of global turmoil and significant shift within the EU's political landscape. Hungary has outlined 7 key priorities in response to these challenges and each addressing pressing issues that our union must confront. At the forefront is the enhancing of the EU's competitiveness. Draghi's recent report emphasized that the strengthening our economic foundation is crucial to maintaining our global relevance and resilience. Next, the ongoing war in Ukraine and escalating instability in the Middle East present immediate threats. This is why strengthening defense policy should remain a priority. The EU's history of enlargement also proven to be a tool for greater stability to our region, so we should continue in this effort. Above all, we must prioritize the safety and security of our citizens in the member countries. Therefore, stemming of illegal migration should also be a high priority. I am particularly pleased that the presidency has prioritized the EU's demographic challenges. Europe is struggling with the realities of an aging population. Alarming statistics such as unemployment rate among young people and the low birth rate signal an urgent need for action. Without proactive measures, we could face a declining population as soon as 2030. Additionally, I hope that the Hungarian presidency will champion a decentralized approach to the EU's cohesion policy. This is a shared demand across the Committee of Regions, as tailored regional solutions are essential for tackling disparities and ensuring social, economic and territorial cohesion throughout our union. These priorities, plus the climate change and the Minority Safe Pack, what you have mentioned, are really the critical areas where our collective efforts are needed most. Thank you and wish you, Mr. Barna, and for the Hungarian government a successful and productive term leading the European Union. Thank you very much. And now the PS group, you have the micro, Mr. Rouillon. Monsieur le ministre, l'Europe s'est construite, comme l'indique sa devise, dans l'équilibre délicat entre unité et diversité. La présidence du Conseil de l'Union européenne joue dans ce cadre un rôle essentiel. Pour aller de l'avant, pour répondre ensemble à des défis communs comme le changement climatique, les inégalités sociales et territoriales, les transitions démographiques ou encore le maintien de notre démocratie libérale basée sur l'état de droit, l'Union européenne a plus que jamais besoin de confiance. Confiance dans nos institutions, qu'elles soient européennes, nationales, régionales ou locales. Confiance dans nos partenaires issus d'autres États membres et avec qui nous confrontons chaque jour nos avis. Confiance renforcée, comme l'indique le Conseil sur sa page Internet, par le fait que chaque État membre préside périodiquement l'Union. Votre responsabilité aujourd'hui est donc de conforter cette confiance que vous avez héritée de vos pairs et de porter en tant que médiateur impartial, et je cite encore le Conseil, les consensus qui permettront de faire avancer et de renforcer notre Union. En conséquence de tout cela, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous comptez être le garant de cette confiance après avoir déclaré en avril 2024 au sujet des migrations irrégulières, défis qui s'imposent à nous tous, élus locaux et régionaux, ce que, je cite, le leadership pro-guerre à Bruxelles est inacceptable
parce qu'ils ne veulent pas diminuer l'immigration illégale, mais la développer et la financer. Pensez-vous vraiment que cette rhétorique nous aide à construire la confiance ou à jeter les bases de compromis pour trouver des solutions réelles et tangibles à des problèmes concrets et décisifs pour notre avenir commun? De même, quand vous vous exprimiez au sujet des manifestations d'agriculteurs en disant « En outre, nous ne permettrons pas que l'élite néolibérale de Bruxelles rende la vie des agriculteurs encore plus difficile », cette dénonciation démagogique d'une élite bruxelloise travaillant contre les intérêts du peuple européen, en l'occurrence des agriculteurs, fragilise nos démocraties à tous les niveaux. Vous oubliez en passant que sans Bruxelles, sans le budget de 70 milliards par an, l'agriculture européenne aurait été laminée. L'Europe est une affaire de compromis. Nous en sommes la preuve ici même au Comité européen des régions. Fidèles à nos nations et à nos terroirs, nous défendons l'intérêt européen au-delà de nos origines, de nos appartenances politiques et de nos fonctions nationales. Quand vous déclarez en août 2023 « Notre objectif est que les décisions prises à Bruxelles servent d'abord les intérêts des Hongrois », vous sapez les fondements même du contrat social européen. Je suis un élu français, maire de Coulaines, vice-président de Le Mans Métropole. Mais quand je viens à Bruxelles, je viens défendre l'intérêt de l'Union européenne et pas celui de ma chapelle. Les Européennes et les Européens nous regardent. Ils attendent de nous des solutions concrètes à leurs problèmes. Certaines de vos priorités nous conviennent, par exemple sur l'emploi. Mais nos valeurs diffèrent. La création d'un bureau de la souveraineté pour faire la chasse aux sorcières, ce sont des méthodes du passé. Et mon groupe soutient la Commission lorsqu'elle attaque en justice votre loi liberticide dite de souveraineté nationale. Et nous, nous sommes clairs dans notre soutien à l'Ukraine face à l'agresseur russe. Je vous souhaite donc de corriger le tir et ainsi de faire gagner l'Union européenne. En vous souhaitant bonne chance pour les quelques mois qu'il vous reste à présider le Conseil des ministres de l'Union européenne, espérons que vous tirerez de cette expérience un plus grand respect pour la démocratie libérale, le consensus et le compromis, seule façon de répondre aux attentes de nos concitoyens sans jamais laisser personne au bord de la route. Merci de votre attention. Merci. Et je passe la parole à Renew, Monsieur François de Coster. François, 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, qu'a montré la Hongrie depuis le début de sa présidence du Conseil de l'Union européenne? Plus exactement, qu'a montré le Premier ministre hongrois depuis le 1er juillet sur l'Europe et sur les valeurs qu'il promeut? Eh bien, dès le deuxième jour de sa présidence, nous l'avons vu partir. Partir, oui, vers Moscou, vers Pékin, pour mener une diplomatie parallèle, menée sous l'étendard européen, à rebours de toutes les positions de l'Union européenne depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine. Dès le mois de juillet, la Commission européenne a estimé que la Hongrie ne respectait pas les normes démocratiques de l'Union européenne, notamment en matière de corruption, de financement politique, de conflit d'intérêts, d'indépendance des médias. Ceci a amené la présidente de la Commission européenne à demander au commissaire de boycotter une série de réunions en Hongrie, se faisant représenter uniquement au niveau technique. La semaine dernière, la Commission a dû saisir la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de la loi hongroise, Christophe Rouillon faisait mention, sur la souveraineté, que beaucoup d'observateurs considèrent comme une nouvelle offensive pour museler les contre-pouvoirs. L'Union européenne a déclaré aussi réduire ses paiements en faveur de la Hongrie afin de récupérer 200 millions d'euros d'amende pour non-respect des traités en matière de droit d'asile, s'ajoutant aux 19 milliards d'euros de fonds européens gelés pour des atteintes à l'état de droit. Le Comité des régions a fait de son soutien à l'Ukraine l'un de ses lignes directrices en matière de relations extérieures. Et lors de la présentation, lors du Conseil Affaires Générales du 24 septembre dernier, des priorités de la présidence de l'Union européenne, beaucoup comme nous se sont fait l'écho d'un étonnement. Comme l'a dit notamment le ministre polonais des Affaires étrangères, Adam Skipla, notre principale priorité est absente des priorités de la présidence hongroise.
n'ont assumé la présidence du Conseil de l'Union européenne de 27 États membres, ce n'est pas chercher à entraîner une union politique dans un sens opposé aux décisions et aux orientations votées dans ces instances. Ce n'est pas couvrir d'un étendard européen les attaques contre les valeurs sur lesquelles précisément est fondé le projet européen depuis bientôt 70 ans, conformé à chaque étape de sa construction et, de son renforcement. Alors, le groupe Renew ne fera pas comme si rien ne s'était passé depuis le mois de juin. Notre groupe continuera à défendre les valeurs auxquelles ses membres croient. Il continuera à agir conformément à elles. Et je dis bien personne ne nous dictera ce que nous devons faire. Et nous n'accepterons d'aucune manière, aucune forme de procès en loyauté. Les mots ont un sens, les combats aussi. Thank you, Mr. De Coster, and I pass the mic to ECR, Anna Maguire. Dear Deputy Minister, on behalf of the ECR group, we welcome you to today's plenary session. Among the priorities of this presidency, we very much welcome the commitment to improving European competitiveness, particularly at a time when the EU is facing economic challenges and falling far behind other global leaders like the US and China when it comes to innovation and industry. We are also very pleased to see that tackling illegal migration is amongst the priorities. We have consistently advocated for stronger border protection and closer cooperation with third countries to combat human trafficking and illegal migration. The migratory pressure at our external borders has become more than challenging for individual member states. Demographic decline continues to be a pressing issue across the EU. It is good to see it amongst the priorities. European farmers are facing unprecedented challenges, and we also support the emphasis on promoting a competitive, resilient and sustainable EU agriculture policy with a focus on food security and also protecting our farmers' interests. Finally, we welcome the Presidency's focus on merit-based enlargement policy. Enlargement has historically been one of the EU's most successful policies. Keeping this process fair and credible is vital for the long-term success of the EU in these times of geopolitical tension. To conclude, allow me to underline that I found frustrating the calls to boycott Hungary's presidency. At a time when Europe faces significant challenges, it is especially critical for all member states to have the responsibility to contribute to the leadership of the Union. It was equally frustrated by last night's Committee of Regions Bureau meeting, during which there was a vote on the external Bureau meeting in Hungary at the end of the month, which we had already voted in favour of and for which preparations have since long been underway. There is nothing more undemocratic than boycotting the opportunity of a member state to hold meetings by two-thirds majority meetings. It's in the case of the regional level. But thanks to the pragmatism of common sense members, we managed to save the vote by two-thirds majority. We need tolerance and dialogue, otherwise we are setting a very dangerous precedent. This is a very worrying situation. Thank you. Thank you. I give the mic to the European Alliance, Mr. Kieran McCarthy. Yeah, thanks, Chair. Deputy Minister, you're very welcome to the Committee of the Regions. Indeed, many of the topics that you list are regular debate topics here on the floor of our plenaries, and indeed there's probably much to learn from each other as well. And of course, one of your core topics and one of our core topics is cohesion policy, and thank you for your commitment to this important cause. For us, cohesion policy has worked. It's contributed to significantly mitigate negative impacts during these stressful times that we're all going through. Dear Minister, we have seen the creation of new instruments and new challenges with new rules, and that's a bugbear for us. We've seen more money being shifted away from cohesion as well. It's another bugbear for us. We've also seen quotes over the last few weeks that cohesion should just be just for a few.
a few cities and a few regions, that's a bugbear for us. There is no need for competing instruments overlapping with different rules. It's very, very, very important that we should shape a policy that can support our cities and regions as their need. Dear Minister, I'm a great supporter of the Urban Agenda, European Urban Initiative, Horizon Mission. They give massive support to cities that have ambitious plans. Housing, digitalisation, green transition are pressing challenges. We all need to work together to make sure that we can achieve kind of ambitious plans. And perhaps my last message to you, dear Minister, is that it feels that the goalposts of cohesion policy just keep moving in the last kind of the last couple of weeks, the last couple of days, perhaps even over the weekend. One can argue that all 95,000 local and regional authorities, they need help in order to progress ambitious green and sustainable plans. And of course, all of those plans, if you haven't seen, dear Minister, are contained in your annual report that we produced and published yesterday. And I'd ask that you bring this report back to the relevant authorities in Hungary and also to the European Council as well. Thank you so much. Thank you, Kieran. And then 2 minutes for the Greens, dear Nina Ratilainen. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Tervetuloa varaministeri alueiden komiteaan. Me edustamme yli miljoonaa paikallista päättäjää kaikkialla Euroopassa. Turvallisuus, talouskasvu ja puolustuspolitiikka ovat yksiä prioriteetteja puheenjohtajuuskaudella. Haluan kertoa, että luottamus paikallispäättäjiin on korkeaa. Tämä julkaistiin eilen meidän raportissamme. Se on noussut 10 vuoden ajan ja huippu koettiin 24 vuonna tänä vuonna. Paikallisdemokratia on tärkeää ja se toimii. Turvallisuutta, talouskasvua ja puolustusta kaikkein eniten uhkaa eksistentiaalinen ilmastokriisi. Eurooppalaiset ympäri Euroopan ovat huolestuneita ilmastokriisistä niin Ukrainassa, Unkarissa, Suomessa kuin Espanjassa. Me tarvitsemme puheenjohtajakaudella johdonmukaisia ja läpinäkyviä ilmastopolitiikkoja. Me puhumme 2040 EU:n ilmastotavoitteesta tänä syksynä. Sen täytyy olla tieteenmukainen, johdonmukainen, koska meidän alueemme ja kaupunkilaisemme tarvitsevat sitä, jotta he voivat elää turvassa, vailla huolia. Tämän kiireellisyydestä ei voi olla epäselvyyttä puheenjohtajakaudella. Kiitos, että mainitsitte myös vähemmistöjen oikeudet. Tämä on todella tärkeä kysymys tämän ajan Euroopassa. Kielten ja kulttuurien lisäksi haluaisin mainita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, jotka kokevat vaikeaa tilannetta monissa Euroopan maissa. Erilaisia haavoittuvuuksia kokevia ihmisiä pitää suojella. Tällä viikolla perjantaina juhlitaan kansainvälistä tyttöjen päivää. Ja ihmiset, jotka kokevat monia haavoittuvuuksien ulottuvuuksia, ovat vaarassa, kun kriisit uhkaavat. Liittyvätpä me turvallisuuteen, talouteen ja puolustukseen, ilmastokriisiin. Ihmiset täytyy pitää keskiössä, erilaiset ihmiset. Ja toivottavasti voimme lähettää viestin kaikille eurooppalaisille ja tuleville eurooppalaisille tytöille. Teillä on paikka täällä elää turvassa ja kukoistaa. Kiitos. Thank you very much for all the interventions from the political group. I will pass now the floor to our members. 1 minute each, and the first will be Juan Moreno Bonilla for his intervention, please. Muchas gracias, presidente. Gracias, viceministro, por la exposición de su presidencia. Me van a permitir que hable brevemente del cambio climático y del impacto que tiene en las regiones del sur de Europa, especialmente con falta del agua. Es importante el paso que se ha dado, habiendo una comisaria que lleva ya el epígrafe del agua, pero más allá que lleve el nombre del agua, necesitamos que tomemos una política común y tomemos conciencia de un problema que tenemos en el sur de Europa, pero que pronto será un problema de toda Europa. Por eso pedimos gobernanza, pedimos financiación, pedimos tecnología, pedimos en definitiva conciencia por parte de todas las autoridades europeas de un problema que es real. Andalucía genera alimentos para 500 millones de personas. Sin agua no será posible. Y la soberanía alimentaria de Europa es estratégica y es importante. Por eso esperamos que la preocupación por el agua se traduzca también en un impulso de una normativa europea por parte del Consejo y de la Comisión Europea en esta materia. Espero y deseamos que tomen conciencia de ello. Muchas gracias. Thank you.
And I pass the micro to Peter Kaiser. Sehr geehrter Herr Minister, mit der fünften Priorität der Gestaltung der Zukunft der europäischen Kohäsionspolitik wirft der ungarische Vorsitz ein Schlaglicht auf ein für die Regionen ganz essentielles Thema. Denn eine starke und bürgernahe Kohäsionspolitik ist für mich wie die EU alternativlos. Die Kohäsionspolitik ist das wichtigste und das umfassendste EU-Finanzierungselement für die Regionen zu mehr Jobs, wirtschaftlicher Prosperität, nachhaltiger Entwicklung und einer besseren Lebensqualität. Sie ist auch untrennbar mit den Prinzipien der Freiheit einer liberalen Demokratie verbunden. Je besser eine Region aufgestellt ist, desto besser ist sie für zukünftige Herausforderungen gerüstet. Das zeigt sich besonders beim Thema Wettbewerbsfähigkeit. Wir als Regionen müssen wettbewerbsfähig bleiben bzw. wieder werden, damit die EU als Gesamtes wettbewerbsfähiger wird. In diesem Sinne kann ich auch auf das positive Beispiel in Kärnten verweisen, wo wir genau das in einer liberalen, freien Demokratie leben. Thank you. I pass a micro to Radislav Klinka. So I don't pass the micro to Mr. Trinca, but now to Matteo Lepore. Buongiorno, signor Presidente, signor Ministro. Mi sentite? No, continue, please, Mr. Lepore. Yeah. Buongiorno alla Presidenza, signor Ministro. È un'occasione questa per confrontarci sul futuro della politica di coesione. Questo vorrei sottolineare con il tempo che ho a disposizione. Tre sono le condizioni fondamentali che voglio qui evidenziare. Innanzitutto un budget adeguato per ridurre le disuguaglianze e portare avanti i diritti sociali attraverso le politiche di coesione. Un modello condiviso di governance e di gestione, perché siamo preoccupati per il mancato coinvolgimento futuro delle città e delle regioni, e una migliore capacità amministrativa. Questo è fondamentale, vedendo l'esperienza anche dell'utilizzo dei fondi, del recovery e degli ultimi programmi che sono stati messi in campo. Le nostre città, parlo da sindaco della città di Bologna, sono un esempio di come le risorse possono creare un futuro migliore per l'Europa. E abbiamo bisogno di un'Europa più vicina ai cittadini. La lontananza dell'Europa dai cittadini può passare proprio da uno sbagliato utilizzo delle risorse, ma soprattutto da un loro sbagliato modello di governo. Quindi spero davvero che la Presidenza su questo lavori. Grazie. Thank you. And now Mr. Trinca, and accept my excuses. I haven't seen you, Jan. Go ahead, please. Vážený pán predseda, drahí kolegovia. Ako zástupca Košického samosprávneho kraja na Slovensku chcem zdôrazniť, ako regionálne iniciatívy môžu prispieť k prioritám maďarského predsedníctva Rady EÚ, ktorými sú konkurencieschopnosť, kohézia a riešenie demokratických výziev. Košický kraj je lídrom v oblasti ekologických inovácií a regionálneho rozvoja. Naša stratégia zahŕňa program obnovy krajiny, ktorý výrazne prispieva k ochrane biodiverzity a adaptácii na klimatické zmeny, čo podporuje európsku zelenú transformáciu. Agrokruhy, ktoré získali prestížnú cenu Atlas za životné prostredie, predstavujú inovatívny spôsob ekologického poľnohospodárstva, ktorý nie len modernizuje poľnohospodárskú produkciu, ale zároveň prispieva k miestnej ekonomike a potravinovej bezpečnosti. Verím, že spolupráca medzi regiónmi a členskými štátmi, ktorú podporuje maďarské predsedníctvo, je kľúčom k tomu, aby sme tieto vízy zvládali a zabezpečili praktické riešenia pre našich občanov. Ďakujem pekne. Thank you. And the micro goes to Barbara Hagedűs. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter helyettes úr! Nagyon örülök, hogy a magyar elnökség prioritásai összhangban vannak a régiók bizottsága legfontosabb témáival.
Közös érdekünk, hogy az Európai Unióban minél nagyobb legyen a jólét, javuljon a versenyképesség, és a helyi polgárok érdekeit helyezzük a középpontba. Ezért szomorú látni, hogy a brüsszeli központosító politika nem ebbe az irányba halad. Falakat a gazdaságban emelünk, viszont az EU külső határainak a védelme nem valósul meg megfelelően, aki pedig megteszi, büntetést kap. A városok és a régiók polgárainak alapvető érdeke az illegális migráció megfékezése, a külső határok hatékony védelme az EU anyagi és elvi támogatásával. A versenyképesség erősítése érdekében pedig politikai, ideológiamentes megközelítése van szükség a gazdasági kérdésekben, Schengen védelmére, a belső szabad mozgás biztosítására, helyben pedig a kis- és középvállalkozások támogatására. Közös érdekünk, hogy a szubszidiaritás elve ne sérüljön, és a nemzetek, régiók és városok önálló hangja és érdekei megjelenjenek az EU döntéseiben is. Köszönöm szépen! Thank you. Next speaker will be Brigitta Palauf. Sehr geehrter Herr Vizeminister, Herr Vorsitzender, ich darf ein Thema aufgreifen, das für den ADR besonders wichtig ist, weil er viele Interventionen in diesem Bereich gemacht hat und wo die Bevölkerung in den Städten und Regionen, vor allem in den ländlichen Regionen, immer wieder um Gehör gesucht haben. Es geht um den Umgang mit den großen Beutegreifern, wo die Kommission endlich das getan hat seit September 23, mit den betroffenen Bevölkerung in Kommunikation zu treten und vor allem zu hören, wie ihr Leben, wie die ländlichen Regionen, die alpinen Regionen auf die Herausforderungen des Wiedererstarken des Wolfs das fühlt und auch lebt. Hier gibt es ein Umdenken, es gibt jetzt weitere Fortschritte, auch die ungarische Präsidentschaft hat das auf seine Agenda gesetzt. Es geht hier um das, was wir im Ausschuss der Regionen Respekt und Kompromissbereitschaft sehen. Es ist nicht auszuschließen, die Biodiversität zu stärken und einen Managementplan für die großen Beutegreifer einzusetzen. Dankeschön, and the micro goes to Guillermo Pelaez. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro, por su exposición. Desde el Gobierno del Principado de Asturias queremos agradecer a la presidencia húngara que haya situado como sus prioridades tanto el medio rural como el reto demográfico. Desde Asturias estamos impulsando un dictamen que presentaremos en la siguiente sesión plenaria para que las regiones puedan aprovechar los fondos de cohesión para abordar este reto demográfico a través de decisiones de base local y del desarrollo de indicadores propios. Es necesario reforzar el atractivo del medio rural para garantizar su poblamiento, garantizando la prestación de servicios públicos de carácter esencial en un plano de igualdad con el resto del territorio y también creando oportunidades económicas, oportunidades laborales. En este sentido, la digitalización y la conectividad suponen una oportunidad que no podemos desaprovechar. Así pues, es esencial trabajar desde un enfoque integral que permita que las regiones empleen los fondos de la política de cohesión en aquello para lo que de verdad precisan, flexibilidad, indicadores adecuados y escala territorial en la toma de decisiones. Abordar la transición demográfica es absolutamente esencial para abordar también esa doble transición ecológica y digital. Y ofrecerles un soporte adecuado al medio rural es una urgencia. Muchas gracias. Thank you. And then I pass the mic to Adam Caraccioni. I'm not madam, but thank you for the floor, dear chair. Tisztelt miniszter helyettes úr, szeretném megköszönni, hogy a magyar EU elnökség a demográfiai kihívás kezelését is prioritásnak tekinti. A helyzet sokunk előtt ismert, előregedő társadalom, alacsony születési ráta, valamint a vidéki területek elnéptelenedése, alapvetően ezek a jelenségek a demográfiai kihívás fő pillérei. Ezen problémák kezeléséhez olyan politikákra van szükség, mely a magyar kormány intézkedéséhez hasonlóan előtérbe helyezi a családok támogatását és a gyermekvállalás ösztönzését. A Régiók Bizottsága holnap elfogadásra kerülő demográfiai véleményében is, melynek előadója vagyok, hangsúlyozzuk a családtámogatás, a család és a munkavállalás összeegyeztetésének fontosságát, úgy, hogy eközben a bölcsödei és az óvodai férőhelyek számának növelését is szem előtt tartjuk. Fontos, hogy a zöld és a digitális átmenethez hasonlóan a demográfiai átmenetet is tekintsük európai prioritásnak, amely döntő fontosságú az Európai Unió versenyképességének fenntartása szempontjából. Köszönöm szépen!
Thank you. Next speaker, Willy-Pekka Kuomu. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, arvoisa varaministeri. Haluan puhua demokratiasta, sen kehittämisestä, sen uhkasta Euroopan unionille, koska se on tärkein kaikista eurooppalaisista arvoista, ainakin yhtä tärkeä kuin vapaus. Emme pysty toteuttamaan muita tavoitteitamme, mikäli demokratia ei ole kunnossa. Voidaan kuvitella, että demokratia on helmi, joka on laitettu kulhoon, joka on yhteiskunta. Kun kulhoa heiluttaa, helmi pysyy kuitenkin vielä siellä kulhon keskellä, eli demokratia on turvassa. Mutta voidaan ajatella, että mitä jos kulho onkin ylösalaisin ja helmi, eli demokratia, on siellä keskellä, ja sen jälkeen kulhoa heiluttaa. Pysyykö demokratia enää pystyssä? Näinä aikoina, jolloin meitä uhataan, demokratiaa uhataan ja Euroopassa käydään sotaa, ja on voimia, jotka eivät halua enää demokratiaa, on todella tärkeää kysyä itseltämme, mitä teemme sen eteen, että demokratia kehittyy. Arvoisa varaministeri, totesitte, että puheenjohtajuuskausi symboloi asioita. Miten koette demokratian kehittämisen? Miten koette, että puheenjohtajakausi on symboloinut demokratian kehittämistä? Thank you. Next speaker will be Arpad Antal. Köszönöm szépen. Én azt szeretném kérni, hogy tegyenek az Európai Unióban tapasztalható kettős mérce felszámolása érdekében. Néhány példát mondok. Románia schengeni csatlakozása. Nem elfogadható, hogy politikai okokból akadályozzák Románia schengeni csatlakozását. Másik példa, az etnikai kisebbségi közösségek jogai. Nem elfogadható, hogy bizonyos országokban korlátozzák a kisebbségi nyelvhasználatot. Harmadik, a területi és jövedelmi egyenlőtlenségek mérséklése. Nem elfogadható, hogy úgy régiók, mint társadalmi rétegek esetében azt tapasztaljuk, hogy a szegények egyre szegényebbek, a gazdagok pedig egyre gazdagabbak lesznek. Negyedik, a medve kérdés rendezése. Nem elfogadható, hogy a medve élete fontosabb legyen, mint az emberek élete. És három további téma, amire felhívnám a figyelmet. Az EU támogatja az illegális migrációt, de nagyon keveset tesz a roma közösségek felzárkóztatása érdekében. A demográfiai kihívások. Többet kell tenni a gyereket nevelő családok támogatása érdekében, végül pedig a szubszidiaritás erősítése. Köszönöm szépen. Thank you very much. So far I have no other request for an intervention. If that so, then I would pass the micro again back to Deputy Minister. I see, no, that's wrong. Not Trevor. I give the micro and the challenge back to Deputy Minister to react on all the interventions in 5 minutes. I think it will be a challenge, but you have 5 minutes, dear Minister. Go ahead. Thank you, Mr. President. Thank you for your comments, insight and questions. Please allow me to answer to your questions and to answer to your comments in my mother tongue, in Hungarian. Nagyon szépen köszönöm az értékes szakpolitikai vitát és a észrevételeket, kérdéseket. Ismételten meg szeretném erősíteni a régiók bizottságának a hozzájárulása a magyar elnökséghez meghatározó. Azok a vélemények, azok a javaslatok, amelyek elhangzottak, segítettek abban, hogy kialakítsuk a magyar elnökség programját. Mármint szeretnék most válaszolni minden kérdésre és minden észrevételre, 5 perc nagyon kevés, úgyhogy tekintsenek el, kérem, attól, hogy minden kérdésre válaszoljak. Ugyanakkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogyha most nincs is lehetőség arra, hogy minden témát kibeszéljünk. Szívesen látjuk Önöket vendégül, az elnökséget és a tisztelt tagokat a Régiók Bizottság kihelyezett elnökségi ülésén. Október 28-29-én Balatonfüreden, itt van Bóka polgármester úr is, Balatonfüred polgármestere. Én is részt fogok venni, tehát ott tudjuk folytatni a párbeszédet, és az ülés remek alkalmat biztosít arra, hogy tovább folytassuk a párbeszédet. Hallottam, hogy vannak nyelven, akik nem akarnak eljönni. Én magam Romániában, Erdélyben nőttem fel, ahol nagyon sok románnal, némettel, zsidóval, romával éltünk együtt, és nagyapám mindig azt mondta, hogy ha meghívnak valahova, akkor menj el és ismerd meg a másik kultúrát, a másik véleményét, mert akkor tudsz igazából gazdagabb lenni.
akik nem kívánnak ezzel élni, azok magukra vessenek. Kevesebben leszünk, de azt gondolom, hogy jól fogjuk érezni magunkat, és intenzív beszélgetést fogunk folytatni, és igazából nem a magyar elnökséggel tolnak ki, nem a magyar elnökséget, hogy mondjam, becsülik le, hanem azokat a választókat, akik gondolom azzal bízták meg önöket, hogy az európai párbeszéd érdekében, az európai egység érdekében minden lehetséges fórumot megtaláljanak, hiszen nagyobb szükség van az európai egységre, többen nem beszéltek erről, mint valaha. És köszönöm azokat a visszajelzéseket, amely a magyar elnökség prioritásait érintették, különösen a versenyképességet. Ma 7-én az európai csúcson egy versenyképességi paktumot szeretnénk elfogadni. Konkrét javaslataink lesznek, amelyek az európai versenyképességet tudják erősíteni. Nagy kihívás, valóban többen mondták, a zöld politika összehangolása az iparpolitikával, úgyhogy megtartsuk Európa versenyképességét. Migrációról sokat beszéltek, hogy lehet hatékonyan küzdeni az illegális migráció ellen, hogy lehet a külső határokat védeni, hogy tudjuk azt elérni, hogy aki bejön és nem jogosult arra, hogy menekült státusz kapjon, azt ki tudjuk hatékonyan utasítani, de hogy tudjuk a segítséget oda vinni, ahol igazán baj van, azokban a kibocsátó országokban, ahol az emberek gazdasági nehézségekkel küzdenek, és hogy tudjuk felvenni a versenyt a különféle embercsempész bandákkal annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk küzdeni az illegális migráció ellen. Valóban Schengen egy fontos vívmány az Európai Uniónak. Magyarország, magyar elnökség kiemelten támogatja Románia és Bulgária Schengeni csatlakozását, hiszen mind a két ország mindent feltételt teljesített. Elhangzott itt a kettős mérce, erre való hivatkozás. Valóban azt gondoljuk, hogy mindkét ország megérett rég a Schengeni csatlakozásra. Szeretnénk, hogy a magyar elnökség alatt ez teljesülne. Szeretnénk a schengeni országoknak egy fórumot biztosítani, a magyar elnökség egyik javaslata ez lenne. Többen említették a kohéziós politikát, nagyon fontosnak tartom. A Letta jelentésben van egy olyan javaslat, hogy a right to stay, tehát a vidéki régiók felzárkóztatása, ez kiemelt magyar elnökségi prioritás, többen beszéltek erről. Dolgozunk együtt annak érdekében, hogy vidéken is az emberek megfelelő életszínvonalat tudjanak elérni. Nagy probléma az éghajlatváltozás, a víz, többen hivatkoztak erre. Az éghajlatváltozási küzdelem szintén egy fontos prioritás a magyar elnökségnek. A kisebbségek helyzetére többen pozitívan visszajeleztek, valóban ez kiemelt prioritásunk, és fontos az, hogy a kettős mércéket megszüntessük, és a vadak, vadállatok, bár védeni kell őket, ne legyenek fontosabbak, mint az emberek, legyenek ezek farkasok, vagy éppen medvék. Fontos az az európai elmondat, hogy egység a sokféleségben, fontosnak tartjuk a párbeszédet és a kommunikációt mindenkivel, még akkor is, hogy esetleg nem értünk egyet bizonyos kérdésben, akár ideológiai megosztottság van néhány ország között. Fontosnak tartjuk, hogy megszüntessük a kettős mércét, ami sok esetben fölmerül. Térjünk vissza ahhoz a párbeszédhez, ami meghatározta Európát, mindig is meghatározta, mindig is jellemezte Európát, hiszen ha egységesek leszünk, akkor tudunk erősek lenni. A bővítés politika egy fontos prioritás, azt gondolom, minél többen leszünk az erős Európában, annál erősebb lesz Európa, annál erősebbek lesznek az Európát alkotó nemzetállamok. Többen kifogásolták az egyik jogszabályunkat, a szuverenitásvédelmi törvényt, én azt szeretnék hivatkozni az Európai Unió demokráciavédelmi csomagjára, szerintem azzal teljesen egybevág, de fontosnak tartom azt, hogy legyen ilyen esetben párbeszéd, ismerjük meg a valós érveket, és a magyar elnökségben zárnám is ezzel a mondani valómat, önök bízhatnak, további eredményes tárgyalást, tanácskozást kívánok a Régiók Bizottságának a plenáris ülés hátul levő részére. Köszönöm szépen, meghallgattak, és találkozunk azokkal, akik elfogadták a meghívásunkat Balatonfüreden. Köszönöm szépen. Thank you for your reaction, dear Deputy Minister, and we thank you also for joining us debating on the priorities of the Hungarian presidency. So, if you allow, we will continue with our agenda, and I thank you once again for having been here.